Hát nem csak azért, mert állatorvos vagyok, azért nem félek a kutyáktól. Sokan úgymond félnek a kétfarkú kutyapártól, én nem ezért nem félek tőlük, hanem azt mondom, hogy ők akkor vihetnek el szavazatot, és akkor lesznek erősek, hogyha a együttműködő pártokról, jelöltjeikről, listájáról, vezetőiről nem hiszik el az emberek, hogy valódi változást hozunk. Tehát nyilván a kétfarkú kutyapárt szavazói, azok nem buta és ösztönös emberek, hanem ők jól átgondolják, hogy miért szavaznak rá. Ők azt akarják, ők is, amit nagyon sokan az együttműködő pártokban is, hogy valódi változást hozzunk el. Ha ezt mi meg tudjuk ígérni, és erre most jó esély van, és úgy tudjuk megígérni, hogy elhiszik, akkor ugye szegény kétfarkú kutyáknak különösebben nem lesz sok szavazatuk, akkor, hogyha ez kérdéses, akkor meg akár nagyon sok szavazatuk is lehet a listán.